A Varga Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője a vendégünk. Először járt nálunk, ezért csokolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Milyen volt ez a pénteki nap? Eléggé félre sikerült legalábbis ellenzéki oldalról. Én nem nevezem félre sikerültségnek. Az volt a célom alapvetően már a korábbi miniszterelnök úr szobája előtti várakozással is, hogy megmutassam a társadalomnak, ez a kormányzat nem emberközpontú. Ez a kormányzat negligálja mindazokat a kérdéseket, amely valamilyen módon nehéz sorsú emberek élethelyzetének javítását szolgálná, és ez a pénteki nap is igazából erről szól. De hogyha nézzük a korábbi akcióját, hogyha jól emlékszem, javítson ki, hogyha nem kapott egy kezi csókolomot az éppen az irodájából távozó miniszterelnöktől, de érdemi előrelépés azzal az ügyel kapcsolatban, amiért oda leült, nem történt, mind ahogy pénteken sem történt. A helyzet az, hogy a politika eszköztára szerintem nagyon széles, és minden politikusnak, hogyha a rendes kerékvágásban, úgy, mint a parlamenti munkában egy törvény megtárgyalását nem tudja kieszközölni időben, akkor másfajta eszközökhöz kell fordulnia, így teszem én is, a jövőben is így lesz egyébként a törvényes keretek közt. De egy ellenzéki képviselőnek nem csak az a dolga, hogy javasolja azokat a szabályokat, amelyek az emberek életét javíthatnák, hanem az is dolga, hogy bemutassa az aktuális kormányzat valódi arcát. Én tükröt szeretnék tartani a kormányzat felé 4 éven át egyfolytában. A kormányzat reagált ezzel a parlamenti ülésnappal kapcsolatban. Egyfelől azt mondták az egyik ügyre, a devizahitelesek ügyére, hogy az még az előző, elmúlt 8 év bűne. Nem, elmúlt. Elmúlt 8 év. Bűne az otthonápolási díjjal kapcsolatban pedig nem értik mi a kérdést, amikor már sínen van a megoldás. Nincs sínen a megoldás, indulnék ki a második kérdésből, mert amíg a 19-es költségvetésben nem tervezték bele a forrását, addig nincs megoldva a kérdés. Ismételjük meg, amit mondott, a költségvetésben nincs betervezve a forrása. Így van, forrása. És mind a mi politikai közösségünk, mint több ellenzéki párt beterjesztette a költségvetés vitájakor mindazokat a módosító javaslatokat, amelyek azt szolgálták volna, hogy legyen rá forrás, és ezeket rendre elutasította a kormányzó párt. 8 milliárd forintról van szó ugyanadjából. Azért többről van szó, de hangsúlyozom, hogy a költségvetésben 640 milliárd olyan beruházás van tervezve, amely semmiféle társadalmi haszonnal nem jár, ugyanúgy a kifizetőhely kategória, tehát azért építünk meg valamit, hogy valakik sokkal több pénzt keressenek, mintha nem tennénk meg, és ebből a 640 milliárdból bőségesen telt volna akár erre is forrás. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az ellenzéki platformot, meg az önök eszköztárát, és éppen ön is utalt arra, hogy mire hívja fel a figyelmet, felhívja a figyelmet. Na és akkor, tehát, hogy leül a miniszterelnök dolgozó szobája elé, a sajtó beszámol róla, a miniszterelnök úr udvariasan köszön önnek. Elmennek a parlamentbe, kormánypárti képviselők és a kormány képviselői nincsenek ott. Tehát igazából politikai értelme van-e a dolognak? Van. Egyrészt az országgyűlési törvény előírja, hogy a képviselőknek meg kell jelenni az ülésen. Aki esküt tett országgyűlési képviselőként, bármilyen frakcióban ülés vagy akár független, annak ezt a kötelezettségét teljesíteni kellene. Most azt képzeljék el, ha önök most a reggeli műsorra nem jönnek be, hogy tartják meg a műsort. Egy olyan fajta fegyelmezetlenség van amúgy is az országgyűlési képviselők között, különösen a kormánypárti képviselők között, amire önmagában fel kell hívni a társadalom figyelmét, hogy ti az adótokból fizetitek ezt a közösséget, ők pedig azt az alapvető törvényes kötelezettségüket nem teljesítik, ami benne van a törvényben, hogy meg kell jelenni az ülésen. Érdekes, amit mond. Mit mond a házi rend erről? Mi a törvény? Be kell jelenni a ülés. Vonatkozik-e? A békások ülés. Ugye nem nagyon jártak be az előző kormányzatok. Igen, tehát nekem az is küldetésem, azt gondolom, hogy elkezdjen fegyelemre késztetni a képviselőket. Hangsúlyozom, nem vártam azt, hogy 60%-nál többen bejöjjenek, hiszen érthetően nyaraltak jó páran, mert nagyon hosszú kampány után vagyunk, nagyon kemény első 3 hónap volt a parlament életében, és nagyon sokat kellett dolgozni. Érthető, hogy valakik nyaraltak éppen, és a család nagyon fontos, tehát onnan nem jön vissza. De azt hiszem, hogy 40%-nál többen biztosan nem nyaraltak éppen 17-én. Pillanatokon belül rátérünk az újságokra, egyet áruljon el, hogyha már háromszor is említette saját maga, hogy mire szeretné rávenni, vagy hogy is mondta. Késztetni a politikusokat. Akkor mit várhatunk öntől az elkövetkező csak nem 4 évben? Tehát rendszeresen bizonyos miniszterek irodája előtt ott fog ülni, tüntetni?
Nem tudom. Nagyon színes lesz a kép, ahol én jelen leszek. Mindegyik törvényes keretek között lesz, mindegyik színes lesz, mindegyik figyelemre méltó lesz, és ami nagyon fontos, a központjában azok a polgárok vannak, akik minket a parlamentbe küldtek. Elárul néhány dolgot, vagy ez... Most még nem. Most legyen meglepetés. Jó, rendben. Nézzük a lapokat természetesen augusztus 20-ával kapcsolatban. Elhangzottak a politikusi üzenetek, és mindenki a Szent Istváni útra, illetve a nyugati demokráciákra hivatkozott. Ezek azért pozitív. Nyugati értékek. 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 Annyira hangsúlyos. Igen, én sem legyen hallottam a demokrácia szót, pedig én annak vagyok alapvető híve. Hogy mit szólt a politikusok megjelenéséhez, a tűzijátékhoz, a szép ünnephez? A tűzijáték tényleg nagyon szép volt, bár ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mi mindenre költhettük volna azt a pénzt. Elég magas helyről volt módom nézni az eseményeket, mind a két rakpartot láttam. Nem valami fajta VIP-ben voltam, nehogy félreértse bárki, de... Fizikailag magasan voltam, nagyon jó, beláttam a rakpartokat, ami teljesen megdöbbentett, és azt hiszem, hogy amit én már egy jó ideje mondok, hogy a nemzet és a nemzetieskedés az itt egy politikai termék alapvetően, eljutatta az Orbán kormány a polgárainkat oda, hogy a himnusz alatt, a tűzijáték végén kb. Az egynegyede az embereknek a rakparton állt meg. A többiek mentek a himnusz alatt. Engem ez annyira megrázott. Ez tényleg nem egy olyan nagyon különleges dolog, hiszen születésünk óta mind az iskolákban arra nevelnek, hogy legalább ebben a mondjuk két percben álljunk meg, hiszen mégiscsak a nemzethez tartozásnak egy fontos szimbóluma a himnusz és aznak az átélése. És az emberek háromnegyede mentek közben. Engem ez nagyon megrázott. Idáig jutottunk, ez alatt a nem tudom hány év alatt, mert nem tudom ez az amortizáció mikor kezdődött, de az biztos, hogy ez az ünnep is a társadalom nagy részének igazából csak szórakozásról szól, és nem érzi át azt, amit a politikusok szavaiból a Szent Istváni ország, a nyugati értékrend, az a fajta sajnos el nem hangzott demokrácia, egymás tisztelete, egymás szeretete. Tehát én például azt vártam volna, hogy a szeretetről sokkal több szó hangozzék el, mert ha egy társadalomban van szeretet, akkor minden van. A köztársasági elnök a keresztény örökségről sokat beszélt viszont. Igen, de a keresztény örökség melyik részéről beszélünk? A keresztény örökségben azért benn van az eretnek küldözése is. A keresztény örökségben benn van a durva hittérítés, amikor is nem volt választási lehetősége nagyon sok embernek, akár Európában, akár a világ bármely táján, hogy saját lelkéből fakadóan válasszon akár hitet, vagy abban döntsön, hogy nem kér hitet, hisz másban. Tehát én úgy érzem, hogy a túlzott kereszténység emlegetése az egyúttal... Túlzott kereszténység emlegetése? Túlzóan. Én keresztény ember vagyok, de én ezt magam választottam. Nem azt mondta valaki nekem, hogy neked kereszténynek kell lenni, hanem egyszerűen az ember neveltetésénél, orientációjánál, családi közösségénél, nemzethez tartozás érzetében kialakul a keresztény hit és az szerint való élet. De nem lehet megkövetelni, példát kell mutatni. Ha túl sokat beszélünk róla, amúgy is, ahogy a gyerekeknél dacot vált ki. Nem szabad a társadalmat soha abba a helyzetbe hozni, hogy dacossá váljon. Mutassuk meg a kereszténységnek a szépségét, azt az erényt és azt az értéket, amit ebből mi kaphatunk, és ezzel a példamutatással úgyis az emberek sokasága erre az útra tér. De ha mindig csak sajnos politikai terméként emlegetjük a kereszténységet és az oda való kötődést, csak nem mutatjuk meg a tartalmát, az a nagy probléma. Nagyon érdekes, amit mond. Vendégünk lesz Fritkóval ma reggel, a Migration Aid vezetője, akik tegnap bejelentették, hogy párttá alakulnak, ezzel próbálják meg, hát úgymond megúszni a héten életbe lépő bevándorlási különadót, a Magyar Idők konzervatív közéleti napilap címlap sztoriát idézem, beszedi az adóhivatal a bevándorlási adót, nagyon keményen tájékoztat az újság. Nézzék, én azt gondolom, hogy minden szervezet maga dönti el, hogy a társadalmi értékrendben milyen szerepet vállal, és egyáltalán szerepet vállal-e. Én magam is azt gondolom, hogy ezzel a különadóval újra átléptek egy olyan határt, ami megint csak arról szól, hogy a nemzetünk ellen fellépő szervezeteket próbáljuk megbélyegezni, csak azt nem tudjuk, és nem tudja az egyszerű nép sem, hogy ezek az emberek valóban a nemzetünk ellen tesznek-e, vagy esetleg
pont azt a feladatot látják el, amit például a Genfi konvenció elvár minden államtól, tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi aláírtuk, mi ratifikáltuk ezt az egyezményt. Nekünk ugyanolyan kötelezettségeink vannak, mint bármely más Európai Uniós országnak, vagy bármely olyan országnak, aki nem uniósok, de része a Genfi konvenciónak. Tehát azok a szervezetek, amelyek törvényes keretek között ebbéli tevékenységünkben segítenek az országunknak, nem kifejezetten a migránsoknak, az országunknak, helyettünk esetleg feladatokat ellátnak, akkor az nagyon durva, hogy őket ezért különadóval sújtjuk. De ami a legnagyobb probléma, hogy igazából a társadalom és magam sem tudok ezeknek a szervezeteknek tényleges tevékenységéről tudni, mert valahogy a sajtó ezekről nem közvetít. És hát nem is lehetünk ott minden kilométerkörnél. Én azt gondolom, hogy a sajtónak ebben például nagyon nagy feladata van, hogy az ilyen típusú szervezetek tényleges tevékenységéről számoljon be a társadalomnak. Így meg tudjuk ítélni, hogy ők valóban a nemzetünk ellen tesznek a migránsok javára, vagy a nemzetünk helyett látják el azokat a feladatokat, amit a kormányzat aktuálisan a Genfi konvenció alapján nem lát el. Záró hírünk rövid, én nem is tudom, hogy politika bulvár vagy politikai bulvár, egyszer csak Vlagyimir Putyin beugrott egy Steyer esküvőre. És ott volt az osztrák külügyminiszter asszony esküvőjén, nem csak hogy táncolt vele, németül beszédet mondott, én ezt végignéztem, németül mondott egy beszédet, kicsit táncikált, aztán elment. Mit szólt hozzá? Én azt gondolom, hogy a politikusok ilyenfajta megnyilatkozása az nagyon helyén való. Tehát ők sem más emberek, mint más. Nagy valószínűséggel valami fajta olyan viszony köti őt az osztrák külügyminiszterhez, amiről eddig mi nem tudtunk. Tehát lehet, hogy nekik van valami fajta baráti viszonyuk, baráti kapcsolatuk. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Putyin azért csak 20 évig bírt Németországban elég komoly tevékenységet végezni. És el tudja képzelni azt, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics véletlenül, mondjuk úgy, hogy hátsó politikai szándék nélkül egy más ország külügyminiszter asszonyával táncikál, és utána osztrákul, vagy Ausztriába, németül beszélek, így van, osztrákul, így mondják. Hát, egyébként jobban beszél németül, mint oroszul, tehát azért kicsoda? Putyin. Putyin jobban beszél németül? Nem tudtam, hogy elképesztő, elképesztő. Ott papírról annyira gyönyörűen, jó, de ő tényleg gyönyörűen beszél németül. Nagyon sokan nem mondják meg németek, hogy honnan való. Annyira nincs akcentusa sem. Pedig mit fognak építeni két héten belül, mit gondol a tár? Igen, nem tudom, mit fognak építeni. Remélem, hogy nem egy újabb atomreaktort, mert itt túl közel lennének egymáshoz. Én nem tudom. Én szeretnék ezekben a dolgokban nem valami hátsó szándékot látni. Én is azt hiszem, hogy elég sajátságos, hogy az orosz elnök így beugrik egy ilyen Steyer esküvőre, tehát tényleg nem egy szokványos dolog, de én úgy érzem, hogy engedjünk már meg a világnak és az életnek, hogy akár ilyenek is történhessenek. Én nagyon örülnék egyébként, ha egyszer én így beugorhatnék egy ilyen Steyer külügyminiszter esküvőjére, vagy annak rokonai esküvőjére. És én még nem vagyok olyan. Putyin ezer döntése helyett több táncnak a részéről. Például. Én is beugrottam egy esküvőre, a kutya nem foglalkozott vele, viszont Vlagyimirovics sem volt ott. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy itt volt velünk.